vendégeink a 2013. június 12-én tartott rendkívül testületülésen. Jelen van Bogács Egyéb Bernadett, Vágyhidi László, Cifra Zsuzsanna, Csutoráné Győri, Ottilia, Ódri Ágnes, Óra Lajos és Somogvári József mint képviselők. Ezzel a képviselőtestület határozatképes. Napirendelőtt hozzászólás nincs, így rögtön a meghívóban kiküldött napirendi pontokra térnénk át. Akik küldöttek, ezt képest a következőket szeretném javasolni. A testület zárt üléssel kezdje majd a munkáját, amennyiben elfogadja a napirendi pontokról szóló előterjesztést, tehát azt javaslom, hogy a 283-as, 284-es és 288-as számú előterjesztést zárt ülés keretében tárgyaljuk, mindegyik személyi kérdést érintő dolgot jelent, és ezentúl pedig javaslom a 285-ös előterjesztést, ami a helyi igazgatási adóbevallásoknak az utólagos ellenőrzéséről szól, a rendesülésre való áttételét. Ezen túl javaslom a 300-as előterjesztést, ami az ingatlanban a kataszter rendszer fejlesztésére vonatkozik, szintén a rendesülésen való megtárgyalását. Egyébként pedig a kiküldött anyag szerint javaslom a testületülésnek a lefolytatását. Kérdezem, hogy van-e a napirendi pontokhoz hozzászólás, amennyiben nem, akkor szavazunk róla. Indítható a szavazás. A képviselőtestület nyílt üléssel folytatja a munkáját, de tájékoztatom a lakosságot az elfölésen elhangzottakból. A 2023-as előterjesztésünkben egy hangban működtünk, ritkán a Nagyságból József Kínező fenntartása a Tribert intézmény fenntartó központhoz került, és az igazgatói kinevezés most már az önkormányzat hatásköréből átkerült állami hatáskörbe. Ennek következtében az önkormányzatnak annyi lehetősége van csak, hogy támogatja és kifejti a véleményét a vonatkozásban, hogy egyértelműen támogatja dr. Tömötörnék Bakarita megbízását a Nagyságról József Gimnázium magasabb vezetés feladatainak ellátására. Ezt a képviselőtestület egyhangúan megszavazta. A 284-es előterjesztésben úgy döntött a képviselőtestület, hogy a május 30-ai testületi ülésen tárgyal Kontrafit Kft. Alapításával kapcsolatos döntéseket, amit a május 31-i nappal, aminek a végrehajtását én felfüggesztettem, és emiatt kellett volt sor kerülni a mai rendkívüli képviselőtestület ülésre. Ezt a határozatot a képviselőtestület egyhangban visszavonta, valamint az ezt megelőző elvi döntésünket, ami a 185/2013-as számú határozatban jelent meg, úgy három határidő tekintetében módosította, tehát 2013. december 31-éig, illetve 2014. január 1-ig kell arról dönteni a képviselőtestületnek, hogy a művelődési központ és a könyvtár átalakítása kapcsán milyen lépéseket fog megtenni, és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat pedig október 31-ig kell lefolytatni. És végül a 288-as számú előterjesztésben úgy döntöttük, hogy a szivárványoda létszám és főigazgálkodásának belső ellenőrzésére utasítást adunk, vagy megrendeljük, és ennek részeként ennek a módosítottuk a belső ellenőrzési tervet, de azt szerettem volna mondani, hogy ennek mikorra kell megvennie. Tehát a belső ellenőrzés. Tehát ebben a hónapban kiadjuk ezt a munkát, és hát reméljük, hogy az őszi óvodai kezdés előtt ez a létszám és példatámadásra vonatkozó ellenőrzés el fog készülni. És akkor most a képviselőtestület folytatja a 286-os számú előterjesztése, ez pedig a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó javaslat.
Három árajánlat érkezett, és a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó, benne valódik félvizsgáló KFT-t javasoljuk ennek a feladatnak az ellátásával 2013. júliusától 2014. április 30-ig terjedő időszakra, és az erre vonatkozó döntéssorozatok szerepelnek 4 pontban a határozati javaslatban. Kérdezem, hogy van-e ehhez hozzászólás, amennyiben nincs, akkor kell szavazzunk. A 280 ezes előterjesztés az építés hatósági feladatok ellátására vonatkozó 282/2013-as képviselőtestületi határozatunknak a módosításáról szól. Ez alatt az előterjesztés mindenképpen az építés hatóságnak a megerősítését és a jobb működtetését szolgálja, úgyhogy mindenképpen mindenképpen javaslom, hogy ezt a két pontot fogadja el a képviselőtestület. Indítható a szavazás. Két igennel egy hangban megszavaztuk. 289-es előterjesztés a számok értékes a című pályázat egyik projektelemesi kültéri sportesztői beszerzésére és telepítésére vonatkozó 2015-2013-as testületi határozatnak a módosítására kerül sor. Itt egy adminisztratív hiba miatt van szükség a módosításra, hogy illetve ezzel egyetért fennállt a szavazzon. Kérdésről intézményvezető asszony, és itt van, kérdezem, hogy kívánja
valaki hozzászólni, szavazhatni, ha nem, akkor indítható a szavazás. Itt a határozati javaslat 2-es és 4-es pontjában javasoltunk, hogy kérjük fel az értékrendtár gondozásában és nyilvántartásában a Budakeszi Szépítő Egyesületet, és hát nyilván erről a döntéssel, amennyiben ezt elfogadjuk, akkor a testületet be is értesíteni fogjuk az Egyesületet. Ott a kérdezem egyet, hogy igennek szavaz. Két pontban, tehát egy pontban hogy elfogadjuk, második pontban pedig a további értéséhez szükséges feladatokra kapunk felhatalmazást, tehát ingatlan értékesítési árajánlatok bekéréséről van szó, a szükséges közműegyeztetések megkezdéséről, arra, mint a tereprendezési munkára vonatkozó árajánlatok bekéréséről, tehát így erről egy csomó van a testület, amelyben egyetértetek. Jó, indítható a szavazás. Jóképp igenelve szóval megszavaztuk. 294-es előterjesztés a Kendertől utcai burkolat kiavításáról szóló 242/2013-as határozatunk a visszavonásáról van egyrészt szó, másrésztről pedig, és itt vannak kipontozott részek, egy műszaki ellenőri feladatot is. Megjelenítéséről is. A kipontozott részhelyére az általános tartalék keretére mondatsor következik. Így ezzel egy csomagban egyébként kérem szépen szavazzon. Ez a TEO pályázat miatt szükséges döntés, a fedezet is rendelkezésre áll, úgyhogy ezt a három pontot én javaslom, hogy csomagban fogadja el a képviselőtestület, amennyiben nincs hozzászólás, indítható a szavazás. Öt határozati javaslatra már bocsánatot kérek akkor.
a második határozati javaslatban a Széchenyi iskola büféjére vonatkozóan 10.000 forint plusz áfa összekerülne beírása. Az ötödik határozat vonatkozásában pedig ez az UF pályázatok hirdetési díjaira, itt az általános tartalékkeret sorterhére biztosítani ezt az összeget. És a pályázati kiírásban pedig minimum bruttó 20.000 forint per hó összeget jelölni. Ez a sebészetre nem vonatkozik. Ez a büfé, bocsánat, akkor ez a büfé még egy jelölve, majd az később kérdezik vele. Jó, tehát akkor a módosításokkal együtt az öt határozat javaslat az egyetértek. Ezzel egyetértünk.